Sziasztok! Nono itt ül, még a kartoncsomagolanyagban. Én pedig, hát már hosszú régi idők óta meg akartam ezeket kóstolni. Én nagyon szeretem az energiaitalokat. Az a baj, nagyon szeretem, és igazából nem érdekel, hogy ki mit mond. Mindenki úgy issza, vagy nem issza, ahogy akarja. Nem érdekel. Vettem egy Monstert, ezt fönt vettem Budapesten, azt hiszem olyan 1000-1200 forint körül volt. Vettem egy Prime-ot, Strawberry Watermelon-t, ez is cukros, mind a kettő cukros. Hát ez elég drága volt, szerintem ez ilyen 2500 forint volt. Nagyon-nagyon extrém drága volt. Akkor vettem egy cukormentes C4 Energy-t. Ez gyakorlatilag ugyebár a C4-nek az edzés előttiéből készült, fél literes, és hát van benne rendesen egyébként, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon óvatosan kell ezeket fogyasztani, mert van benne koffeintől kezdve 160 mg koffein, tehát hogy nagyon-nagyon óvatosan, nem fogom meginni mindet egyszerre, csak megkóstolom, és értelemszerűen egy Rainbow Unicorn a Banktől, ez is egyébként ugyebár amerikai. És van egy kakukk tojás, egy energiaital, egy Chinese product, egy kínai termék. Ez már nagyon-nagyon régóta megvan, szerintem ez már nem is jó egyébként. Tehát ez már szerintem már nagyon-nagyon nem jó, de fölbontjuk, ez a Chinese product. Ez már nem jó. Szabatosság idő 18 hónap. Hát az a baj, hogy nem tudom, hogy mikor, mert nincs rajta. Tehát, hogy a kínaiak ezt lespóroltak, vagy nem látom rajta. Tehát, hogy dátum az nincs rajta, úgyhogy nem tudom, fogalmam sincs. Na! Kezdjük a Monsterrel, kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy ez milyen ízű... Sárkánygyümölcs. Ja, igen, egyébként a sárkány éve van, úgyhogy megkóstoljuk. Sárkánygyümölcs. Arany. Ebből a fiúk elfelejtették a szénsavat. De egészen ilyen Red Bull színe van, de nincs benne szénsav. Atya Isten, milyen édes! Jézus Mária! És ráadásul szénsavmentes. De miért? Miért kell ilyet csinálni? Ezt nem nagyon értem. Na mindegy, ez szénsavmentes. És szerintem irgalmatlan édes. Sárkánygyümölcs. Érezni megvan, de valami egészen elképesztő édes. Na nézzük a rengeteget hype-olt Prime energiaitalt. Egyébként egészen elképesztően drága. 2500 forint, de lehet, hogy már azóta is több. Hát van benne minden Atya Úristen Jézus Krisztus, és ebben 200 mg koffein van. Ebben több koffein van egyébként, mint a C4-ben, ami edzés előtti dolog. Úgyhogy megnézzük, hogy a Prime az mit tud. Ebben van szénsav, oké, adom. Hát ez teljesen áttetsző. És minek kell lenni? Strawberry watermelon. Na megnézzük, hogy érzem a strawberry watermelont. Nem. Viszont azt kell mondjam, hogy amit ebből kihagytak szénsavat, azt ide belerakták. Ez egészen hihetetlenül szénsavas. Többé az agyamba. És az epret lehet érezni. És a dinnyét is. Figyelj, én adom. Abszolút. Finom. És ők már mennek szaunázni. Te is mész, Nonocska? 37 fok, úgyhogy teljesen jó. C4 Energy. Ennek mi íze van? Cosmic Rainbow. Úgy látszik egyébként elmentek ti a... A Cosmic Rainbow az áttetsző fejlesztő idióták közök. Hát mindenhol vannak egyébként bolondtóbiások, jó van, rendben van. A cukormentességet már azonnal érezni, és rengeteg szénsavon menne. Viszont amíg érez... Minek van? Cosmic Rainbow, eszetek tokját. Ez sima áttetsző. Zéró cukor, azt érezni.
sokkal kevesebb szénsav van benne, mint a Prime-ban. A Prime az kicsit savanykás, nagyon érdekes dolog. Ez jól édesebbnek tűnik az édesítőszertől. Viszont nem is olyan rossz ez a Cosmic Rainbow, jelentsen ez bármit is egyébként. Nem tudom, Amerikában szeretik ezeket a rettenet elnevezéseket. Cosmic Rainbow íz. Tudjátok, hogy csinálják ezeket a rainbow ízeket? Kikever valamit, szerintem csukott szemmel a fejlesztő, és aztán azt mondja, hogy ez olyan rainbow, amikor nem lehet meghatározni, mert semmire nem hajoz. Kicsit olyan gyümölcsös, minimálisan savanykás, és édeskés, teljesen önben. De érezni az édesítőszer ízét, full áttetsző. Na nézzük a Bang, ez meg Rainbow Unicorn. Mi lesz? Rózsaszín lesz? Vagy Rainbow Unicorn? Tehát mi? Szivárványos unicorn is. Na erre kíváncsi vagyok. Nézzük csak. Na jó van, elmentek ám ti is, ha mindjárt honnan hova. Aha, hát úgy látszik, ez zseniális egyébként. Több szín is van benne, azt már most látom, de ugyanúgy áttetsző, mint a C4. És nincs igazi illata. Tehát nem tudom, a szivárványnak úgy látszik nincs illata. No, te is megszolgatod, itt vannak, ki van öntve. Na, hogy jól érzem. Fú, ez nem tudom, milyen gyümölcs. De ilyen strawberry-re emlékeztet egyébként. Ezt már megkossatod? Nem. Ilyen strawberry-re emlékeztet az illata. No, nem fog inni belőle energiát, ha a gyerek nem iszik. Nagyon jól értem. De, mert ez így sok. De nem, nincs benne szénsav. Ebben nincs szénsav. Ez nekem nem annyira ízlik egyébként. Én nem azt mondom, figyelj, a Prime az, nem mondom, hogy olcsó, de nem, nagyon érdekes. Kíváncsi vagyok erre. Ennek már vége lejárt a szóltossága. És melyiket kossatok? Kíváncsi vagyok el. Aha, hát ez opálosnak opálos. Szerintem miért ne kossatok? Tudjátok, milyen élete van? Mint a pezsgő tablett, amit feloldatok. Azt ne kóstold meg. Mint a pezsgő tablett, a szó szerint. Mint ha vettél pezsgő tablettát. Ezt ne kóstold meg, szerintem. Az már lejárt. Az íze is olyan. Esküszöm, az íze is olyan, komolyan mondom, az íze is olyan, mint amikor pont annyi szénsav van benne, mint egy pezsgő tablettában. Úgyhogy ez a Chinese termék. Hogyha rangsorolni kell egyébként, a legfurcsább az, hogy nekem tényleg ízlik egyébként a Prime. Savanykás. Abszolút átjön. Strawberry, watermelon. Abszolút. Egyébként jó a C4 is. A C4 a legjobb. Ez zseniális. Ez nagyon finom. Ez nagyon jó. Ez tényleg nagyon jó. A Bang, hát szerintem azt meg nem értem, azt az ízt. Az valami... Rengeteg szénsav. Iszonyatosan kaparja a torkom az édesítő. És nem értem. Nem értem a koncepciót egyébként ebben az ízben. Mi ez? Aha. Rainbow Unicorn. Nem tudom egyébként. Ilyen batacukorra akarnak szerintem emlékeztetni, de nem. Nem az. Ez katasztrófa. Ez. Oké, lejárt a szabatosság, én értem, de a szaga is, meg az íze is pontosan ugyanilyen, mint a pezsgő tabletta. Ezt nem értem. Hú, ez a Bang, ez nem jó. Ú, atyaisten. Ez a C4, ez a legfinomabb. Ez tényleg jó, ezt aláírom. És szerintem árérték arányban ez a legjobb, ugye, mert ez fél literes, ez meg csak 0,3-as. Igen, hát 3,55-ös, ugyebár, mert Amerikában kitalálnak mindenféle ürmértéken. 3,55-ös. Úgyhogy szerintem a C4, a Prime, hát ez rettenet édes egyébként, és nincs benne szénse, úgyhogy ez katasztrófa, és talán ez a harmadik. Tehát ez a kettő, ez katasztrófa, ez csak azért, mert éppen van, de szerintem ez a kettő az iható. A Prime meg a C4 az iható. Na, úgyhogy mára ennyi. Látjátok egyébként PUBG póló. Ezt is egyébként a Pamut Labortól vettem, és hát jövök majd, mert a kocsival kapcsolatban rengeteg videót akarok csinálni. Szerintem hasznos videók lesznek, nekem mindenképpen. Aztán, hogyha megnézed, akkor neked is. Köszönöm szépen, úgyhogy jövök majd. Sziasztok! Sziasztok!
Köszönöm.